De amúgy én is készültem, Péter, megmondom neked őszintén. Videózom a fizetemet. Nézd meg, mit csináltam. Az igen. Látod? De jó. Na, én is szeretnék tőled dolgokat kérdezni. Mi kolléga, mert kollégák vagyunk, nem? Abszolút, kolléga. Látod, most én is értek a disznókhoz, abszolút. Igen. Mehetünk vele, Péter? Mehetünk, de minek a papír? Hát erről indulunk meg, erről. A fejből nincs meg? A fejből még én nem tartok ott úgy, mint így. Hogy látod te, hogy otthon papucs vagy, vagy esetleg szandál? Az érdekes, a papucs meg a szandál között is van egy kis különbség, Péter. Te papucs vagy, nem full papucs? Az, nem tagadom. Nem tagadom, én az vagyok. Én nekem otthon a feleségem parancsol, megmondom őszintén. De milyen szinten? Se egy önálló gondolatod nem lehet? De hát az megvan. Mi van, hogyha el akarsz lenni bulizni, fiú buliba? Akkor meg kell vele beszélni. És elenged? Ha elenged, elmegyek, ha nem enged, el nem megyek el. Ez így van, ez komolyan. Ez de komolyan. Mivel indokolja azt, hogy ne menj el? Hát... Mit mond? Hát azt mondja nekem, hogy én nem iszok. Nem dohányzok. Minek mész oda? Mondom, azért megyek oda, találkozzak velük. Jó, akkor elenged, de akkor két óra múlva, már többiek isznak, cigiznek, két óra neked elég. És akkor elmegyek, és nézi. És akkor két óra múlva haza kell mennem. Nem mondom. De, komolyan. A legnagyobb szigor ilyen gyerekkoromban volt. Hát én megmondom őszintén, hogy papucs vagyok. Milyennek értékeled az eddigi pályafutásodat, eddigi életedet? Hogy látod, Péterem? A pályafutásom abszolút elégedett vagyok, szerintem most a helyemen vagyok. És én azt mondom, hogy meg kell tanulnunk hálát adni a jó Istennek. Azért, hogy egészségesek vagyunk, azért, hogy van munkánk, mellettünk van a szerelmünk, egészséges gyerekeink vannak. Így van, gyerkőcök is. És én hálát is adok. De látom, most már kicsit le vagy tisztulva, le vagy úgy kiegyensúlyozott vagy. Látom, a mennyasszonyoddal is nagyon nagy a kontakt. Abszolút jó. Aha. Nagyon sokan. Láttam neki a bulajot. Láttad? De azért nem volt rajta nadrág. Volt rajta. Nagyon komoly. De eddig a legszebb bulajot, amit láttam, a Demcsáké volt. Kint Indiába. Ott ki volt neki tisztulva, le volt tisztulva, tudod? Bulája. Kaptam is otthon egy, ezt mertem mondani Demcsáknak, feleségemtől. Előre buktam kettőt, képzeld el. Előre. De hogy tisztulta a Demcsák bulája? Hát ott voltunk kint a szabadban. Nem volt élelmiszerünk, nem volt, amit a úton meg tudtunk egy kicsit a kútból inni vizet, és akkor kitisztult. Ugyanúgy én is kitisztultam. Kint voltam, első héten híztam, utána elkezdtem fogyni. Mert gyalogolnunk kellett, menni kellett. Mennyit fogytál? Ez nagyon jó lett a kórház. Jó, mi? Nagyon jó. És a hurka? Az is, hogy nem vagyok. Ez nem annyira dicséred a hurka. Mert nem vagyok hurkás. Nem, mi? Kolbász Zseni. Azért mondom. Nem sokkal készen van az én kajam is, úgyhogy. És te mit szeretnéd csinálni a médiában? Én a médiában? Én ugyanezt, amit most. Mi Zsolti gazda leszel? Életed végéig? Nem csak Zsolt, az egy felkérés volt. Én az embereket meg tudjam nevettetni. Én nem teszek hozzá, nem veszek el belőle. Én ugyanaz, ami most, ami Győzike kitalált, megálmodott és kifaragta, és én vagyok az, akit kifaragtak. Na jó, de Győzike ezt magának álmodta meg. Akkor lehet, hogy joggal haragszik rád? Hát de ő neki ma szemigazolvány száma van, meg nekem is. Igen, de ő azt gondolja, hogy ha te kapsz egy lehetőséget, azt a lehetőséget tőle veszed el. Ez nagyon jó kérdés, és köszönöm szépen, hogy ezt feltetted nekem. Most az a példa, hogy nálatok a tévéni elkezdődött egy új sorozat. Van életünk. Van életünk. És Győzi most örül neki, ugye elkezdődött a forgatás. Hogy én most nem forgatok meg minden. Mert ez egy nagyon nagy hiba lett volna, ha én kezdtem volna el előbb forgatni, és ő kezd később forgatni, akkor az összes újság megírta volna, hogy Zsolti megfúrt, alamvállalt. Amikor te főműsoridőben voltál a TV2 műsorvezető, igen? Zsolti gazdaként, ő meg éjszaka az RTL-en. Akkor ma sokan alszanak. De akkor ez szerinted joggal váltott ki belőle féltékenységet? Hát szerintem nem. Nem. De most ő ezért van megsértődve, amit mondtál is. Igen. De a média karriere, most szerinted melyik őtöknek van feljem? Melyik őtöknek megy jobban? Én szerintem egálba vagyunk. Egálba? Egálba. Neked van már felkérésed a TV2-től a folytatásra? 21-re? Igen. Van. Neki van főműsoridős felkérése? Azt nem tudhatom. De a Győző ezeket mondja, hogy én megfúrtam őt, mint ahogy mondta, Zsolti odament. Nem is volt rá a lehetőségem.
Hát mibe fúrtam volna meg? De akkor azt mondta, hogy hazudik? Hát most per pillanat azt kell mondanom, hogy nem az igazat mondta. Nem mondom, hogy hazudik, mert ilyen csúnya. De mi a különbség? A különbség nincs közötte. De valaki nem az igazat mondja, az hazudik. Igen, nincs közötte különbség, Péter, igazad van. Ez lehet, hogy már jó. Lehet. Nincs közötte különbség, de most itt engemet is megsértett, igen. Megsértett. Mert én nem tudtam meg. Szoktad vele tisztázni? Nem tudtam vele tisztázni eddig, mert nem hallgat meg mostanában. És ez rosszul esik neked? Nem esik rosszul, mert már megszoktam, tudod? Hoppa. Szerintem ez már jó. Jó. Egyet valamit tegyél bele. Dehogy egyet. Mert egy csomót csináltam neked. Látom. Ő neki köszönhetem, Péter, Istenem, mert mondom, nem akarom letagadni. Most neki köszönhetem, amit ő kitalált, megformált. Az neki lehet köszönni. Csinált egy műsort Magyarországon, mert neki köszönhető ez a műsorok. Mindenki kinevette őt. És most mindenki ugyanazt csinálja, bekameráztatta magát, az egész családjával ott van, mindenki forgat. Ez győző találta ki Magyarországon. Ez nem lehet vitatni. Nem, Péter? Hát, hogy kitalálta ki, azt nem tudom, lehet az RTL, de hogy ő volt az első... Akkor ő, akkor menjünk be, jó, akkor találja. A Gáspár család volt az első, ez így van. Így van. Az ő bentel csinálta, nem nagyon örültünk a szülők, mink se örültünk, hogy ez elindult. Mai napig nem örültünk neki. De hát megcsinálta. Sikeres volt belőle. Én azért óvom, fétem a kis családomat, én nem teszem sehova be a feleségemet, a gyerkőcököt. Egy alkalommal tettem be egy magazinba a gyerkőcököt, azt is megbántam. Megbántam. De miért megismerték őket utána, vagy miért? Nem, valahogy őket nem vonz ez. De ők mit csinálnak a gyerekek? Hát a nagyobb lányom személyedző lesz. Ő nagyon sok sporton. Ő a Gabica. Ő neki most minden alma ez. A Covid idő alatt ugye nem tud most úgy annyit emberekön menni, ő polgármesterhivatalokba járt, öregeknek ingyen, elment és adott nekik órát, oktatta őket. És most az alma neki, hogy nem sokára meg lesz, most a kezébe lesznek ez a papír, és akkor feljönnek ide a fővárosba, és itt akar egy ilyen kis termet akar, és ott azt akarja irányítani. És az ikrek? Az ikreket most felvették ide az egyetemre, az egyiket, a Nikolt, ő most egyetemista. De most ugye visszaküldték őtet, most ott van lent velünk a faluban. És a fiat hogy van? Jó, hál' Istennek, köszönöm szépen, jó. Mert hogyha meg akartad szakítani az Ázsia Express-t. Volt neki egy ilyen kisebb problémája, és akkor tudod, megijed az ember, most neked is valaki telefonálna, hogy a kisfiaddal probléma van, vagy valami, akkor azonnal menni, csinálnád. De ez egy idegrendszeri, elég komoly idegrendszeri betegség, ugye? Igen. De hál' Istennek minden oké vele. Karba kell tartani őtet. Gyógyszerrel? Gyógyszerrel, így van, gyógyszerrel. De élete végéig? Nem élete végéig, hát most azt sem nagyon, azt is leállították. Már jó. Jó, Istennek, le is kapom.